Tisztettel köszöntöm a Frankó TV nézőt. Élőben jelentkezünk a pozsonyi Elán sportcsarnokból, a szlovák junior bajnokság, azaz az U20-as atlétikai fedettpályás bajnokság zajlik, és hát természetesen az első sorozat érdekel minket, Renáta Vodnyánszká, Vodnyánszki Renáta Dunaszerdahelyről. A verseny esélyese, hiszen 5-85-tel ő tartja az legjobb egyéni rekordot ebben a mezőnyben. Ugye a felnőttek között már szerzett ezüstérmet, és nézzük az első sorozatban, hogy jön ki a lépés. A deszkafogás jó, 5-50 fölött van az ugrás, érvényes is, ugye a fehér zászló azt megerősítette. Kíváncsian várjuk, hogy ebből a kameraállásból eltaláltuk-e, megsatszoltuk-e jól az eredményt. Úgyhogy egy kicsit túlbecsültük az ugrást. Majd mindjárt megkérdezzük, pontosan mennyi, mert éppen nem látjuk a táblát. 508, tehát 5-13-mal egyelőre vezet Veselská, és az első sorozat után második helyen áll. Ez csak ilyen bemelegítő jellegű ugrás volt. Az anyuka most már adja a tanácsokat, és hát mindjárt megkérdezzük Medgyes Renátát, hogy mit szól a lány első kísérletéhez.